Nem kell a kilapok, gyerekek, merre vagytok? Ki a bajatok? Sikrit vagyok, hogy meghalljalak benneteket. Itt vagyok én is. Itt vagyok. Mi kapol legyen? Itt nagy a csönd. Itt vagyok. Nem, a Marc. Én is vagyok. Ki a bajatok? Jól látom, van itt egy fénysugár. Hát, ha itt van a gyereke. Na most lehet kiabálni, kiabálni. Na most kiabálni. Na, ott minden. Na. Téapó. Azt hiszem, hogy jó helyen járok. Téapó. Nem van pillanat. De elfállap. És a csomag is nehéz. De jó fiú. Ahó. Kop, 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 be szabad-e jönni? Hát gyere be, Mikulás, gyere be. Hát én pedig. Hát gyere. Felbusztok, gyerekek. Jó, nézd csak ki. Lefogytam a hosszú hút alatt, olyan nehéz ez a csomag. Peti fiam, segíts már egy kicsit. Tedd ide mellém. Itt a lámpásom, ezzel jöttem, világítottam egészen kilométereket. Szétmentek a szolgasok. Szervusz. Téged hogy hívnak? Kevin. Sok jót hallottam rólatok. Na gyerekek, akkor nézzük, ki van itt. Vannak itt nagy gyerekek is. Nagy vagyok. Szervusz. Adj egy pacsit a télapónak. Azt mondja, ott még nem tartunk. De se baj. Na. Van a Mikulásnak egy listája. Figyelj oda! Bizony. Erről fogunk puskázni. Megnézzük, hogy ki van itt. Legfőképpen. De mielőtt kiosztanám az ajándékot, tegye fel a kezét, aki jó volt. Felnőttek is. Felnőttek is. Meg a lenőttek is. Tegye fel a kezét, aki szeretne csomagot is kapni. Aha. Mindenki, látom, felnőttek is. Nagyon jó. Mária lányom, te háromat is mutatsz, vagy már sokat ittam, nem tudom. Minden esetre én most szemüveget cserélek, mert ez úgy elpárásodott. Megengeditek, hogy cseréljek egy szemüveget? Mindjárt jobb. Hát akkor nézzük. Miből élünk? Ki az a Kevin? Na gyere csak ide, öcsém. Ide. Na, elmondom akkor neked, hogy mi a probléma, meg mi a jó. Figyeljé, mert kétszer nem mondom el. Egész évben figyeltelek. Jó kis fiú vagy, csak egy kicsit hisztizel, ugye? Megígéred, hogy nem fogsz hisztizni? Nem lesz egyszerű, ugye? Viszont megdicsérlek, mert jó lelkű vagy. Csak hát a verekedés, meg a hiszti. Ugye nem lesz több ilyen? Megígéred? Hát ez... Jó. Jó. Én ezt igennek veszem. Ezért megengedem, hogy benyúljunk a zsákba. Oj, Peti bácsi! Lehet. Parancsoljál. Mit kell mondani? Köszönöm. Gyere hónap is. Jó, oké. Na, nézzük tovább. Ki az a Dominik? Gyere, Kevin. Én a Dominik. Na, Dominik. Kevin. Nézzük rólad, mit írtak a manóim. Segítőkész vagy? Csak hát egy kicsit a tanulással gond van. Megígéred, hogy javítani fogsz? Biztos? Akkor kezedre. Így, né? Jár a csomag. Foglalj helyet. Jól van. Nézzük tovább. Most két kicsi gyermeket szeretnék szólítani. Ők nem más, mint Botond és Boróka. Borókáról Pálinkát is neveztek el. Ezért nagyon szép neve van, külön megdicsérem. Nagyon aranyosak.
Szerencsére nem az apjukra ütöttek, ezért még szétek is. Na, gyertek ide! Mikulás bácsi odaadja az ajándékot. Boróka? Ciróka, maróka, tessék! Ezt a Mikulás bácsi adja. Ezt a szép kéket. Ne nézzed, nem robban. Fogd meg gyorsan. Mikulás. Na majd apa segít. Ez pedig a Boti. No? 10 év múlva már biztos, hogy elveszed. Jó lesz az. Na menjünk tovább, mert még nagyon sok az ajándék. És itt menjetek távolabb, mert a Mikulás bácsi már nem kap levegőt. Na, Olivér. Melyik az az Olivér? Te vagy az Olivér? Olivér barátom. Te is verekedős vagy, ugye? Tagad le. Hát nem tudom, hogy neked virgácsot adjak-e, vagy csomagot, de ha megígéred, hogy többet nem fogsz verekedni, akkor csomagot kapsz. Jó? Szófogadó lesz ő? Egyébként téged külön megdicsérlek, mert ügyes vagy, csak a hisztiből, meg a verekedésből kell visszamenni. Na, tessék, parancsolj! Na, menjünk tovább. Hosszú még a lista. Flórián. Flórián, fiam, gyere közelebb. Nem a Krampusztól kapod, hanem majd tőlem. Hát, mit is mondhatnék róla, drága Flórián barátom? Szófogadó vagy, megdicsérlek, mindig segítesz, ahol tudsz. Ügyes vagy az óvodában, mindig megdicsérlek. Szépen fejlődsz. És ami a legfontosabb, anyukád is nagyon büszke, az angyalok között rád. Ezért külön megtapsoljuk Flórián, tapsoljuk meg Flórián! Üzletközpont Óbudának szólt a reklám régen. Parancsoljál! Tessék! Na, nézzük tovább ezt a listát. Van nekünk egy Nórink. A Manók táborából jelezték nekem, hogy van egy Nóri. Te vagy a Nóri? Szép, nagyra nőttél, és a Mikulás azt is megtudta, hogy Pestről jöttetek, és osztály első voltál, igaz ez? Nagyon jó. Egyetlen egy dologra figyelj oda, könnyen befolyásolható vagy, ne engedd, hogy mindenre rá legyenek, jó? A többi az nagyon rendben van, csak így tovább, külön megdicsérlek. Nézzük a csomagot. Jó. Jó, csücsüljetek le. Aki már megkapta az ajándékot, üljön le gyorsan. Na, nézzük akkor a következő kisgyerek. Jacsa. Ki az a Jacsa? Gyere csak ide. Hát Jacsa barátom, külön megdicsérlek, hiszen te vagy a falu időjárás jelentője. Mert amikor te énekelsz, akkor esik. Ez tény. Ezért külön megdicsérlek, maradj ilyen ügyes és szorgalmas. Énekeljél tovább. Nagyon szívesen. Na nézzük tovább akkor. Nem tudom, hogy mindenki megkapta már az ajándék. Még nem. Ki az a Mirko? Na gyere csak ide, csin. Ide elém, hogy szépen lássad. Nagyon sok jót hallottam ám rólad. Segítesz a szüleidnek. Tényleg tudsz már füvet nyírni? Azt a mindenki. Na de. Van egy nagyon nagy baj. A tablet használat. Tessék kevesebbet használni, mert azzal nem lesz egy okosabb. Tönkre megy a szemed. Azt mire ilyen öreg leszel, mint én, már nem látsz. Csak eddig. De szerencséd, hogy eddig ellátok, mert oda tudom adni az ajándékot. Mit kell mondani? Szépen mondtad. Mehetsz a helyedre. Nézzük, van ám itt még neked egy testvéred is? Hé! Nagyon szép nevű, Mirabella. Te vagy a Mirabella? No hát, megdicsérlek, tavaly még sírtál. Most már nem félsz a Mikulástól, adjál neki, pacsi. Gratulálok, nagyon ügyes vagy, te a hisztit el kell felejteni. Apád otthon mindig meleg kajával várni, megnyitni a fürdővizet, hátát megmaszírozni.
anyát meg békén hagyni. Megegyeztünk? Oké. Okay. Gratulálok, tessék, parancsoljatok, foglaljatok helyet. Na, hát nézzünk tovább. Most már jönnek a nagyobb gyerekek, szerintem. Nem is. Hát híja van itt a listámnak. Nemes Teodóra. Nem láttam. Gyerekek, nem láttátok a Nemes Teodórát? Nem. Keressük. Nem hallom Mikulást. Nem hallom Mikulást. Nem hallotok? Na, ott a Teó, csak nem látom a szemét. Szervusz! Nem hallom téged. Miért nem? Mi történhet? Nem hallom téged. Semennyire nem hallotok? Nem halljuk, amit mondasz. És most halljátok? Kérdezz, lenyők! Szervusz, Teodóra! Hát, jó vagy? Megszólalni, nem tudom. Na, hát Teodóra, távolba vagy, Kunfélegyházán, ezt is tudom. Ezért most neked egy varázslattal fogom a csomagot elküldeni. Figyelj rám, itt van a láthatatlan csomag a kezembe. Látod? De csak akkor kapod meg, ha megígéred, hogy nem fogsz többet hisztizni. És apát mindig pálinkává várod otthon. Megígéred? Jó, akkor figyelj, figyeld a kezemet. Röpül a csomag. Csiribú, csiribá, pritz, prac, prutz. Na, megérkezett? Igen, de honnan? Hozd oda gyorsan. Megjött a csomag. Na, Mikulás bácsi átbírta, átterepoltálta a csomagot. Gratulálunk, Teodóra. Ha van kedved, maradjatok velünk. Köszönjük. Maradjatok velünk nyugodtan, így hangban és képben, mert folytatódik az ajándékozás. Na. Köszönjük. Azt mondja, hogy van egy bazsák, ami annyi minden. A következő ajándékot egy olyan kisfiúnak adom, akinek nagyon sokat köszönhet a falu, meg hát főleg a szomszédja, ezért ezt kapja tőlem ajándékot. A Peti fiú visszakapja az erővágót, mert a trehány gazdája, aki kölcsön kapta, nem volt képes erre mindidáig. Úgyhogy Peti fiam, szaloncukort is adok. De csak azért, mert én ügyesen kérted, adjál már, ez mindig beválik nálam. Parancsolj! Menjünk tovább! Itt van velünk Mária. Na, nem az Istennek szent anyja. Csak egyszerűen Mária. Gyere, lányom, közelebb! Néked is hoztam már valami? Na, ne féljél már, gyere közelebb a Mikulás bácsi. Nem kell az ölembe ülnöd. Na, ha megígéred, hogy az uradat nem molesztálod állandó, hogy berúgik, meg sok pálinkát iszik, akkor kapsz tőlem egy ilyen finomságot, amit tudom, hogy nagyon szeretsz. Megígérem? Megígérem. Vigyázol a fejére akkor. Ezt én is szól meg a diólatből. Hát ez csak is a díjra. Hát köszi. Mert az uradnak hoztam mást. Hol vagy, Molnár Pisti? Igen. Gyere. Van itt még szaloncukor. Azt a mindenit. Itt van. Molnár Pisti, Mikulás neked ezt hozta, látod, néni Isten? Mert olyan koma vagy, ami a kezedbe kül, mind megiszol. Ez figyelmeztessen arra, hogy mértékkel az alkohol, mert úgy jársz, mint a Mikulás. Nem talál haza. Na, parancsol, foglalj helyet! Boróka apukája is jöjjön ide. Te meg azért kapod ezt az ajándékot, mert a falunapon háromszor nyerted meg egy nap alatt a Sörigó versenyt. Remélem, hogy érted, mire gondolok. Parancsoljon. A tapzsúval kiderült, hogy beletaláltad a sűrűjébe. Nézzük, kinek nem adtam még ajándékot, aki megérdemli. És ez a jó rendben. Gyere, barátom, te is kapsz egy ilyen finomságot. Né, ennyire kandzsal vagyok, hogy nem látod, hova nézek? Nagyon szívesen, ezt azért kapod, mert becsületesen neveled a gyermeket. A lányok is jöjjenek közelebb, mert a lányok
meg az asszonyok a Mikulástól szaloncukrot is kapnak. Tessék idejönni, Szilvi néni, mert tudom, hogy szereti, és ha két unokája van, kettő cukrot kap. Akkor nézzük, Molnár Péterné, Bertalan anyukája, ugye? Hála Gizinek, tudom, de Gizi így írta, úgyhogy természetesen. És ha már Gizit szólítottam, akkor jöjjön ő is ki. Igazából Mikulás bácsi egy hasább fát szeretett volna hozni, de nem fért a puttonyba. Annak jobban örültél volna, mint a cukornak, mert ez egy kicsit hizla. Nekem már mindegy. De hát, Dunára vizet nem számít. Hoppá, itt a késő. Na gyertsek befele gyorsan. Mi jár a későnek, ugye? Mi van, tehát megdöglött a rénszaros, ami húzta a szánkót? Hát szerencséd, hogy még nem dobtam ki a csomagot. Ugye, Peti? Nem tudom. Mert... Hátam mögött. A hátam mögött? Ott van. Az a Teodórái, ez meg a tiéd. Na de, meg kell ígérned valamit. Akkor lehet csomag. A tanulásba többet javulsz, és nem nyomkodod annyit a telefont. Megtanulsz tésztát gyúrni, csirkét pucolni, és belet mosni disznóvágáskor. Megígéred? Jó, akkor parancsolják, gratulálok. Jövőre le fogom ellenőrizni. Küldd be apádat! Küldd be apádat! Apa! Hol a zsákok? Vak is vagyok. Szerencsét vagy bácsinak szólítottál. Neked is hozott ajándékot a Mikulás. Gyere közelebb. Te vagy itt a falunak a vaskereskedője, külön megdicsérlek. Keresem, gyűjtöm a fémet, ezzel is a hazát véded. De egy hibát találtunk benned, ezt meg kell ígéred, hogy megváltozol. Ha valahol vasat kapsz, akkor nem csak a nagyját visszük el, hanem az apraját is. Okay. Megígéred, kisfiam? Akkor parancsolják. Köszönöm szépen. Egy év múlva visszakérdezem. Én most már elmegyek. Mennyivel könnyebb lesz ez az üres hátizsákkal? Gyerekek, van egy kérdésem. Jövőre eljöjjek. Igen. De? Igen. Igen? Hát amennyiben igen, akkor eljövök. Kint van az udvaron. Na, szervusz. Üdvözöllek. Szervusz. Szépen markolt meg a kezemet. Így. Kivel köszönünk még el? Tudod már, köszöntünk. Szervusz. Sziasztok, lányok. Jövőre is jövök. Te meg tanuljál rendesen. Köszönöm szépen! Szerbusztok! Ő, de sok van még hátra. 350 kilométer.